a Walking Dead képregényből a magyar kiadást követem, tehát jócskán le vagyok maradva az amerikai megjelenéshez képest, de én a magam részéről unom. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hiába nagyon jó író a Kirkman, és minden egyes füzet szuper, tehát nagyon izgalmas, és tényleg mindig várod a következőt, de összességében, amikor előveszem az új kötetet, megjelenik magyarul is folyamatosan, akkor már nem, nincs bennem az a tűz, vagy nem tudom, mint régen. És azt gondolom, hogy a tévésorozat pedig addig lesz siker, vagy addig fogja ezt hűen követni, és adaptálni, és újra. És újabb évadokat berendelni, amíg megmarad ennek a zombi történetnek ez a hype-ja, vagy a zombi mítosznak ez a hype-ja. Tehát, hogy ők egyáltalán nem fognak, tehát hiába szolgálják ki a hűséges rajongóbázis, de nem fogják csak azért végigadaptálni, mind a nem tudom hány lesz belőle, 200 rész, vagy mint olyan mennyi lesz végül a sorozatban, mert erre a hűséges rajongóbázisra akarnának mindenképp számítani. Hanem egyszerűen van egy ilyen felpörgetett érdeklődés a Walking Dead körül, mint ahogy a Trónok harca körül is, és addig fogják ezt csinálni, ameddig ezt föl tudják tartani, de ez megint sokkal inkább már egy ilyen marketing kérdés, mint magának a sorozatnak, vagyis annak a színvonalának a kérdése. Én is úgy gondolom, hogy mikor már az 50. diktátorral találkoznak, az nem lesz túl érdekes, és valamennyire el fog mozdulni a koncepció, mivel ugye a Walking Deadben eleve a kódolva van az, hogy valamennyire egyrészt nincs végpontja az egésznek, másrészt azon fejlődés centrikus. Tehát ahogy a képregény is elhagyta a ciklikus szerkezetet, valószínűleg a sorozat is előbb-utóbb kénytelen lesz elhagyni. Másrészt viszont mi még ugye sorozatban viszonylag arányaiban az elején járunk, és kicsit ebben benne is van, hogy miért lehet olyan sikeres fő mainstream közönségnek is. Az, hogy azok a problémák viszont, amiket fölvet, azok nagyon érzékenyen érintik akár a korabeli amerikai társadalmat, akár a korabeli magyar, mert ugye az egész széria arról szól, hogy milyen a fenntartható emberi közösség. És akkor az elején végig próbálják a demokrácia variációit. Tehát, hogy oké, kapálgatunk egy farmon, és eszképisták vagyunk, és úgy teszünk, mintha a zombik nem is bántanának, hanem műveljük a kertjeinket. Kiderül, hogy ez nem működik, akkor milyen típusai lehetnek a diktatúráknak? És akkor a harmadik évadban a Rick az kemény lesz és rideg, mint egy diktátor, közben pedig lesz egy sötét ellenpontja, aki még nála is diktátorabb, és akkor ezek közül melyik az elfogadható. És akkor ezeket pörgeti végig, de nyilván értelemszerűen ezek a társadalmi modellek előbb-utóbb elfogynak. És akkor valahol le kell parkolni. Vagy előveszik, kezdik az elejét, megint elmennek egy farmra. Illetve a másik dolog, ami miatt a Walking Dead még szintén nagyon, nagyon népszerű, hogy ez egy nem egy... Többször elhangzott, hogy egy nem szuperhős képregény, vagyis nincs meg az a rákfené, ami a szuperhős képregényeknél gyakori, hogy a legnépszerűbb figurákat, azokat nem lehet megölni, vagy szökőévenként egyszer, és valahogy mindig vissza kell hozni. Tehát, hogy a Walking Deadnek ez a kezdetektől az imidzsének, az imidzsé jelent meg, mindig hagyjuk. Szóval, hogy az imázsának a része, hogy bárki megölhető, és ez a tévésorozat rátvetítve is nagyon könnyen piacosítható, szóval, hogy tényleg mindig be lehet dobni egy karakter halált, úgyhogy az akkor halott is marad. Egyébként ugye a témák azok nagyjából, sőt, teljesen ugyanazok a tévésorozatban, mint a képregényben, viszont a sztorik, sőt, adott esetben a karakterek is meglehetősen eltérnek, és a sorozat már csak nagyon-nagyon lazán, vagy inkább még úgysem követi a képregények cselekményét.